Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Érted Podcast külön kiadásában. Ma egy különleges karácsonyi adásra készültünk nektek, és mivel karácsony a meglepetések időszaka, ezért készültünk nektek egy meglepetés vendéggel is. De hagyom Lórit, hogy bemutassa, mert talán ő jobban ismeri. Sziasztok! Én is örülök az újvoli találkozásnak. Hát nem más van velünk, mint az én kedves feleségem. Hadd mutassam őt be először. Ő már volt velünk, úgyhogy sokat nem mondok róla, már az kiemelkedő, hogy a feleségem. És Bernát Krisztina. Róla azt kell tudni, hogy egyetemi tanár, vállalkozó és egy nagyon-nagyon jó fej szomszéd, akivel most beszélgetni szeretnénk Angival karöltve. Üdvözlünk az Érted Podcast-ben. Isten hozott minket. Üdvözlünk titeket. Igen, mivel ez egy karácsonyi különkiadás, most a karácsonyról fogunk beszélni, de nem csak a formális dolgokról fogunk beszélni, hanem igyekszünk kicsit praktikusabban megvilágítani a dolgokat, hogy milyen szokásaink vannak, hogyan töltjük, hogyan kell, hogyan nem kell ezt tölteni. De hogy kicsit átszellemüljünk és beléljük magunkat ebbe a karácsonyba, mi lenne, hogyha mindenki elmesélne azt, hogy mi a kedvenc szokása vagy időtöltése karácsony alatt? Mi az esetleg olyan dolgokat, amiket gyerekkorotokból magatoktól hoztatok, vagy amit külön családdal, külön ti, mint család kialakítottatok? Amit nagyon szeretünk az ünnepben, ha ilyesmit kiemelnétek, akár az előkészületben, vagy az ünnep leforgása alatt. Én nagyon szerettem az előkészületeket. Tehát mikor már a karácsony szót hallom, akkor engem már ez felvillanyoz, és nagyon szeretem, amikor együtt sütünk például a családban, vagy mostanában az is előfordult, hogy barátnővel együtt megbeszéltük, hogy a sütiket együtt készítjük el, és úgy érzem, hogy nekem ez hozzátartozik ahhoz, hogy amikor odaérkezek az ünnephez, akkor úgy tényleg már csak élvezni tudjam, és befogadni mindazt, ami jön felém. És neked, Krisztina? Ahogy visszagondolok így a karácsonyokra, nem voltak különösebb rituálék, de ami emlékként megmaradt az, hogy mindig mentünk, vagy amikor már fiatal voltam, akkor mehettem kántálni, és a ropogó hó, és a hosszú éjszaka, amit végig kántáltunk, tehát ez az emlék, ez megvan, és nem tudom, hogy most végig kántálnék-e egy éjszakát, de azért ez az élmény megvan, ennek az öröme, hogy annyiszor felcsendült az örömhír, és hogy ezt végig csináltuk egy egész éjszakán át, és hogy volt fogadókészség, tehát hogy ennek az egésznek ami ebben a csomagban benne van, hogy mehettünk, és hogy volt kihez, és hogy sütik, és nem tudom, tehát így ez a közös élmény, hogy egy csapat ment kántálni. És ami még így a karácsony kapcsán és a rituálék kapcsán eszembe jut, az, hogy mi az elmúlt években, tehát nagyon-nagyon régóta mindig elmentünk ünnepekkor. Tehát nekünk az ünnepek mindig azt jelentették, hogy valahová elutaztunk. Legtöbbször Hunyadra a szüleimhez, és hogy ez a család ünnepe volt, és így volt a család ünnepe, hogy nekem nem volt különösebb feladatom az előkészületeken, tehát maradhatott az ablak úgy, ahogy volt itthon, de hogy bekapcsolódhattam egy ünneplésbe, és ez az élmény megvan. Most pedig, amióta Péter megszületett, azóta pedig tanulok ünnepelni, tanulok családként ünnepelni, tanulok otthont teremteni így is, hogy legyenek saját rituáléink, saját karácsonyi szokásaink, és ez néhány éve van így, úgyhogy még a tanulás folyamatában vagyok. Igen, ez a menés és a bekapcsolódás, az otthoni élménynek a megteremtése, körülbelül ezt jelenti nekem így most a karácsony. Lóri, neked? Én az előkészületekkel annyira nem vagyok oda, nem ellenségem, még néha élvezem is, hogy segíthetek a feleségemnek. Én inkább az előkészület gyümölcsének az elfogyasztása az nekem. Tehát én az ünnepekkor szeretem a kaját, tehát ami akkor van. És az ilyen családi összejöveteleket azt nagyon szeretem. Meg azért kiemelkedik az ünnepben az is, hogy azért arra is vágyok, hogy jó, hogy együtt vagyunk, és finom ételek vannak ilyenkor, meg ünnepi asszal, stb. Hogy legyen valami meghittsége. Tehát, hogy az együttlétnek tényleg legyen egy ilyen közösségi varázsa. És ez úgy
megvalósul, akkor ez úgy felemelő számomra. Meg a istentiszteleti alkalmak is. Nem, itt eléggé bezsúfol, és lehet, hogy egy idő után is fáraszt, de egy-kettő, ha úgy van, és ünnepélyes ott is, és az úgy felemelő is, ezekre is vágyok. Így az ünnep kapcsán nekem ez jut eszembe, meg ez az, amire úgy vágyok minden karácsony kapcsán. Meg úgy kijött úgy mindkettőtök szavából, ezt észrevettem, hogy fontos azért, hogy hogyan készülünk rá, tehát hogy várjuk, akarjuk ezt, nem az, hogy jaj, ma van karácsony, és akkor legyen már hirtelen karácsonyi vagy ünnepi hangulatom, tehát fontos a készülés. És nálad már? Hát nekem ugye, hogy visszagondoltam, megvan minden családtagommal az ilyen kis me time-unk, hogy ilyenek közös időtöltésünk. Például az gyerekkoromból, ha lehet így mondani, még most egy gyerek vagyok, de amikor még kisebb voltam, anyukámmal nagyon szerettem a konyhába lenni, és vele sütni, segíteni neki, nyújtófát kinyújtani, kiszaggatni a mézes kalácsokat, stb. És megtanultam én is sütögetni a konyhába, és most ez odáig fajult, hogy mindig megbeszéljük karácsony előtt, hogy ő mit süt, én mit sütök, és akkor így felosztjuk magunk ezt a konyhát, meg segítünk egymásnak, ez egy szép közös alkalom. A másik pedig apukámmal az szokott lenni, hogy együtt díszítjük fel mindig a fát. Kiskoromban nagyon szerettem egyedül feldíszíteni, majd én már nagyfiú vagyok, egyedül meg tudom csinálni, de mindig oda jött, segített nekem, és vele szokott lenni a közös program. És úgy szeretem ezeket így visszagondolni, mert ugye ez az időszak, mikor nem kell dolgozni, nem kell stresszelni, hanem tényleg a készülődésről szól, de ezt a készülődést is lehet úgy felhasználni, hogy tényleg töltsük együtt az időt, és segítsünk egymásnak, és együtt készüljünk. És ez az, amit majd később is szeretnék valamilyen formában továbbvinni. Jó, hogyha már szók voltak a szokásokról, nektek mi az, ami a karácsonynak az igazi lényege, ami nélkül nem lehet karácsony, úgymond. Ez lehet akár valami eszmeérték is, lehet valami szokás, vagy dísz, vagy bármi, ami úgy nektek ilyen tényleg mélypontot hagy bennetek. Azt hiszem, hogy nálam nincsen, hogy valami nélkül nem lehet karácsony, mert nagyon sokféle fajta karácsonyom volt az elmúlt években, de valahogy a karácsonyhoz mindenképpen hozzátartozik a megajándékozottság élménye, és én nagyon szeretek ajándékokat készíteni. Egész évben néha tudatosan, néha kevésbé, néha lejegyzem, néha nem, de figyelek azokra, akikkel együtt vagyok, és így könnyű karácsonyi ajándékokat vásárolni, hogy, vagy előkészíteni, vagy meglepetéseket készíteni, hogyha sikerül eltalálnom, hogy mire vágyik az a személy, akit szeretnék megajándékozni. Úgyhogy nekem valahogy a karácsony élményéhez is, meg az ünnep lényegéhez, az a megajándékozottság élménye tartozik. Az is, hogy én milyen ajándékot nyertem azáltal, hogy most ünnepelhetünk karácsonyt, és nem csak a mostani ünnep, hanem egyáltalán az, hogy Jézus megszületett, az általa való megajándékozottság öröme is benne van, de az is, hogy ezt valahogy így kézzelfogható módon is tovább lehet adni. És azt vettem észre, hogy az elmúlt időszakban én nem tudom, nagyon-nagyon nehezen tudok ajándékokat, meglepetéseket készíteni, és ez egyfajta szuperképességem volt eddig, és mostanában úgy érzem, hogy ez a szuperképességem, mintha foszlóban lenne, és gondolkoztam is, hogy vajon mi lehet az oka, és azt hiszem, hogy ez a ráhangolódás, vagy a másikra való odafigyelésnek a nyugalma, vagy a keretei, inoktak meg az elmúlt időszakban. Úgyhogy... Mi is ezt vettük észre a családdal, hogy már egyre nehezebben tudunk ajándékokat venni másoknak, mert ugye folyamatosan fogynak el az opciók, és ezért kell idejéből odafigyelni arra, hogy mit vagyunk a másiknak, hogy töltsünk időcsokat a családdal, és ha valamit mondta, hogy hú, de szeretnék egy ilyet vagy egy olyat, akkor írjuk fel magunknak egyből. Tehát karácsonyi ajándékokra jó már időbe készülni. Ez egy jó tipp nektek is, nem idénre, de majd jövőre. Neked, Angi, mi az, ami nagyon különleges a karácsonyban? Most próbáltam elképzelni azt, hogyha például egy lakatlan szigeten kéne eltöltsem a karácsonyt, és mondjuk nem lennének hozzá eszközeim, vagy díszeim, vagy bármi, mi az, ami miatt mégis tudnám a karácsonyt ünnepelni, és hát mindenféleképpen a család, tehát hogy anélkül nem tudom elképzelni. Tehát a legrosszabb, ami így bennem van, hogy valahol egyedül kéne eltöltsem a karácsonyt, vagy akár kórházban eltölteni.
Talán ez, hogy a családom, a közeli, a szeretteimnek a jelenléte, és hogy velük tudom megélni, átélni ugye a Jézusról szóló történetet, azt el tudjuk mondani mindenféle eszköz nélkül, és ezek nélkül is igazából tudnánk ünnepi hangulatot kelteni. Úgyhogy talán ez az, hogy a szeretteinkkel legyünk, és akkor tényleg csak a lényeg, minden más lebomlana róla. Igen, hogy az ünnepben a lényeg az ünnepelt legyen, és akkor megmarad az ünnepnek ez a varázsa meg a lényege. Igen, ez valahogy egy kicsit ellentmondásos is, mert ugye azzal kezdtük az előbb, hogy a ráhangolódás milyen fontos, meg egy kis fény, meg azért legyen egy gyertya legalább, meg azért, ha van süti, az se árt, meg a narancsillat, meg hasonló, meg itt a hasunkról is beszéltünk, de meg az ajándékok, tehát hogy azért sok kellék összegyűl így a listára, amikor így a karácsonyról beszélünk, és mégis milyen azt mondjuk, hogy kevésre volna szükség, és így az ünnep maga is nagyon ellentmondásos. Tehát, hogy a világ legnagyobb ajándéka a legszegényebb helyen született. Hogy ez, mintha, és ezzel, mintha kompenzálnánk az ünnepre való felkészülésünknek a kellékeit. De hogy nem tudom, valahogy úgy gondolom, hogy ezek a kellékek, azok nekünk kellenek, viszont nagyon sok esetben meg pont az elég, ami van. És időnként meg azt hiszem, hogy előfordulhat, hogy kórházi ágyon, vagy egyedül kell töltenünk ünnepeket, vagy időszakokat, és olyankor nekem így az ünnepnek még nagyon fontos részek a kántálás is, meg az, hogy az énekek tartalma. Tehát sokszor el is felejtem, hogy a sok-sok ünnepi istentisztelet forgatagában, hogy most melyik részére is éleződik ki egy-egy üzenet, de az éneklés lehetőség az nekem egy nagyon nagy ajándék karácsonykor. Hallgatni, énekelni, együtt énekelni. És most megerősödött bennem, hogy milyen nagy élmény lehetett annak, akit annak idején mondjuk megkántáltunk a kórházban. Tehát, hogy épp ennek kapcsán, amit mondtam én is, meg te is, így összehoztuk, hogy lehet, hogy neki az az egy karácsonyi hangulat volt abban az időszakban az életében. Ez a lényeg az ünnepben. Tehát, hogy azt ünnepeljük, hogy Isten ennyire figyelt ránk, hogy Jézus megtestesült értünk, és talán, hogyha ebben az ünnepben még fokozatabban bennünk lenne ez, hogy figyeljünk a másikra, családtagjainkra is, barátainkra, ismerősünkre, vagy akár idegenekre, akkor ezt az ünnepi fényt elvihetnénk mások életébe, és mi ünnepünk is szebb lenne. Felsoroltunk itt nagyon sok dolgot, ami fontos a karácsonyban, ugye ott van a család, ott van a gyülekezet, a kántálás, a készülődések, de hogyha fel kéne állítani egy prioritást, akkor számotokra mi van az első helyen, vagy mi az, ami alapján felosztjátok az időtöket, az erőforrásaitokat ezekre, hogy mennyi időt kell készülni, mennyi időt kell vendégvárásra készülni, mennyi időt kell gyülekezettel tölteni, családdal, stb. Hogyha például lennének olyan fiatalok, akik még az életük elején állnak, milyen tanácsot adnátok nekik, vagy mivel bátorítanátok őket? Vagy akár még fiatalok is, mert az szokott ilyenkor lenni, most nem vádolni akarok titeket, hogy azért a háztartásvezetők nagyon belevetik magukat a készülődésbe, és ha ilyen ügyes kis vehemensebb hölgyek, akkor még bevonják a gyerekeiket is, és ki tudunk facsarodni ezekben a készülődésekben, mire odaérsz az ünnepre, már elveszett mindennek a varázsa, és alig várod, hogy túl legyél rajta. Hát ez jó kérdés, mert januárban mindig azt gondolom, hogy azban az évben másképp fogom szervezni a prioritást és a teendők listáját. Vannak karácsonyi tervezők, és ezek segítenek valamennyire, nem szoktam mindig kitölteni minden részét, de azért icipicit segítenek prioritásokat is megtalálni, meg fókuszt megtartani. Ha egyet kéne mondani, és csak egyetlen egyet, akkor azt gondolom, hogy az otthon teremtés, vagy az otthon nyújtás élménye az, hogy akik együtt vagyunk, otthon érezzük magunkat egymás társaságában. Hát számomra talán a meghittség, vagyis hogy annak a munkálása,
Hát én hajlamos vagyok arra, hogy nagyon beleélem magam az előkészületekbe, és ez addig fajul, hogy már a körülöttem lévők nem nagyon élvezik a társaságomat, meg hogyha meglátnak, tudják, hogy valamit rájuk sózok, úgyhogy inkább kerülnek, és hogy ebben nagyon szeretnék változni, hogy inkább egy kicsit lazábbra venni, nem baj, ha minden nem lesz, nem úgy lesz, ahogy elképzeltem, vagy nem lesz minden tökéletes, hanem sokkal inkább az, hogy az előkészületekben is a meghittséget tapasztalják a részemről, illetve azt, hogy ez is egy közösségformálási, közösségápolási lehetőség a családtagjaimmal. Tényleg, hogy élvezzük azt az együtt töltött időt. Ehhez egyeztetni kell a prioritásokat, azt hiszem. És szerintetek, vagy hogy látjátok, miért annyira fontos a család szerepe a karácsonyban, hogyha tudnátok erre példákat mondani, vagy megtapasztalásokat, bármit ezzel kapcsolatosan. Hogy miért fontos a család ebben az egész ünneplésben? Hát, nem tudom attól elvonatkoztatni, hogy szerintem itt egész életünkben otthon után vágyunk. És ez a vágyódás nagyon sokféle formában megjelenik az életünkben, és az ünnepek különösen kieleződnek arra, hogy valahogy ezekben a kitágult idő keretekben próbálunk olyan dolgokat beletenni, amik ezt a vágyódásunkat megválaszolják. És ezért annyira fájdalmas egyedül lenni ünnepekkor, vagy ezért annyira fájdalmas, hogyha nem a szívünk nem tud ráhangolódni, vagy nem kapja meg azt, amire vágyik ünnepek alatt. És ezért van az, hogy néha túl sok az ünnep, mert annyi mindent próbálunk ilyenkor pótolni, akár a családi együttlét is ilyenkor több, mert úgy gondoljuk, hogy hát legalább egyszer karácsonykor legyünk együtt, és akkor annyi mindent próbálunk, hogy minden rokont végig látogatunk, és minden kitöltött káposztájából eszünk, és mindenki mézes sütijét megkóstoljuk. Másrészt meg, vagy hogyha túl üres az ünnep, akkor azt hiányként éljük meg. Igazából a karácsonyból is kijön, a karácsonyi történetből is kijön, hogy kapcsolatra lettünk teremtve. Tehát az Isten is azért küldte el az ő fiát, mert annyira szeretne velünk kapcsolatba lenni, és meg akart oldani ugye ezt a bűnkérdést, hogy egyszerűen belénk van kódolva az, hogy mi kapcsolatokban érezzük otthon magunkat. És szerintem. Ez teljesen így van szerintem, mert megfigyelsz egy egyszerű embert is, tehát akinek az ünnep nem jelent igazán ünnepet, hogy Jézus sehol nem kap szerepet az életében, vagy ateista is, hogy ők is vágynak erre. Tehát, hogy együtt legyen a család, hogy legyen valami meghittség az ünnepben, és én is úgy gondolom, hogy ez belénk van kódolva, ez az otthon utáni vágy, ahogy mondtad ezt, Krisztina, vagy a kapcsolódás utáni vágy, és még a gyerekek is, vagy a fiatalok is, hogy milyen jó lenne, ha egy jó ünnepünk lenne, ha apa végre józanon jönne haza, ha anya nem dolgozná tele magát, ha az öcsém, ha a bátyám, ha a nővérem, tehát hogy mondják a feltételeket, hogy mitől lenne szebb, tehát vágynak erre az igazi kapcsolódásra, az igazi otthoni légkörre. És ezt sokszor nem is tudjuk igazán értékelni, addig, ameddig nincsen meg számunkra. És ezt én is megtanultam egy kis történet alatt, ami megtörtént velem. Ugye mi is nagyon sokat eljárunk karácsonykor, pont mint ti, Krisztina, a testvéremékhez, ott van 4 kisgyerek, és a szülők is nagyon szeretnek az unokákhoz menni, én is az unoköcsémhez. És nem mindig arról szól, hogy a szentestét ugye vagy otthon töltjük, vagy már reggel elindulunk, de hogy az ünnep nagy részét azt ott töltjük. És na, eléggé fárasztó, ugye sok utazás, meg minden, és egyik karácsonykor Lóri megkértél, hogy én vezessem a kántálást nálunk az ifjúbe, mert nem voltál jól, és nagyon örültem, mert akkor hú, nem kell végre a családommal menjek, hanem egyedül lehetek otthon, és nyugit van, és filmezhetek, és nem kell furcolászok mindenkivel. Jó lesz az ünnep, ugye? Igen, és tényleg ezt hittem, hogy ettől lesz jó az ünnep, hogy én nem kell rohangáljak, hanem tudok pihenni. És eltelt a nap, míg az elején jól is indult, és így délután fel elkezdtem nézni a karácsonyi filmeket, hogy ráhangolódjak én is. És néztem 1-et, 2-t, 3-at, és nem tudtam ráhangolódni sehogy se a karácsony. Nem vártam, hogy a családommal legyek. Azzal a nyüzsgő családdal, azzal a síró családdal, akivel lennem kéne. És már alig vártam, hogy nem tudtam, teljen el a nap, hogy tudjak a családommal lenni. És végül elmentem kántálni, de amint befejeztük a kántálást, éjjel 4-5-kor ültem fel a vonatra, egyből is mentem a családom után. És megtanultam, hogy család nélkül nincsen karácsony tényleg.
És nem, nyilván nem sajnáltatni akarom magam, mert tudom, hogy mások sokkal rosszabb helyzetben vannak, mert engem az Úr megáldott egy szerető családdal, és ezért tényleg nagyon hálásak vagyunk. De mi van akkor például szerintetek, hogyha valaki olyan környezetbe kell hazamenjen, ahol nem egy szerető család fogadja karácsonykor? Ugye mi nálunk is sok egyetemista van Váradon, akik talán megtért, talán nem megtért családból származnak, és lehet nem mindenki örül annak, hogy éppen karácsony van, és oda kell menni. Az ilyeneknek mit tanácsolnátok? Én arra gondolok, hogy itt nagyon sok szó volt arról, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy karácsony legyen, és hogy azzal a szabadságunkkal, vagy azzal a lehetőségünkkel ritkábban élünk, akár karácsonykor, vagy máskor is, hogy megfeledkezzünk arról, hogy nekünk mire van szükségünk, és arra figyeljünk, hogy másnak mire volna szüksége az ünnepek alatt. És eszembe jut, hogy a példabeszédekben ez az ige, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül, és ez annyiszor válik igazsággá a saját életemben is, amikor nem úgy alakulnak a körülmények, ahogy szeretném, vagy nem azt kapom, amire nagyon vágynék, vagy nem, nincs meg az a hangulat, vagy nem tudom. Tehát ezek a hiányok, hogy ezekre a hiányokra adhatunk egy olyan választ is, hogy mi teszünk, meg azt, amit tudunk abban a környezetben, hogy másnak jó legyen, szolgálunk mások felé. Nem véletlen, hogy ilyenkor szedik legtöbben a mindenféle nyugtatót, altatót, meg hasonlókat, meg az öngyilkosságok száma is ilyenkor a legmagasabb. Úgyhogy biztos, hogy az, hogy miként vagyunk, vagy miként van lehetőségünk bekapcsolódni, az ünneplésbe számít. Viszont tehetünk. Van olyan dolog, amit tehetünk. Vannak olyan lehetőségeink, amelyek, hogyha nem is kapunk meg mindent, amire vágynánk, mi proaktívan viszonyulhatunk ezekhez, ezt majd így szépen újra fogalmazzuk. De a lényeg az, hogy vannak a kezünkben eszközök, amikkel mi hozzájárulhatunk mások boldogulásához és boldogságához. És mik ezek? Például lehetne, ez már nagyon-nagyon régóta elfelejtett szokás, hogy lehet képeslapot küldeni másnak. Egyszerűen csak figyelni, itt elhangzott azt hiszem az, hogy figyelni a családtagjainkra, mert bármilyen nyomorúságaink is vannak, azért minden családban vannak értékek. És önmagában az, hogy van kihez hazamenni, van kit felhívni, az már egy lehetőség a kapcsolódásra. És ha ilyenkor nem arra figyelek, hogy nekem mi hiányzik ebből az ünnepből, vagy hogy mivel rontott el a másik az ünnepemet, akkor talán jobban észreveszem azt, hogy mivel tudnék a másiknak ajándékot hozni a jelenlétemmel, önmagammal. És azt hiszem, hogy ilyen, vagy tapasztalom, hogy ilyenkor telik az űr is, az a pohár is, az a hiány is, ami bennem ilyenkor, igen, értelemszerűen tátong, mindannyiunkban egy-egy ilyen űr. Ilyenkor telik. Például ezzel, hogy másokra figyelek, és az, hogy most hogyan tudok másokra figyelni, az nagyon sokféle, de például nem tudom, figyelek arra, hogy a szomszédasszonyomnak főzök egy kávét reggel, hogy legyen ereje. Jó, megbeszéltük. Sütni valamit, vagy elküldök egy jó receptet, vagy nem tudom, tehát most írhatnék egy hosszú listát, azt hiszem, de privátban elmondom. Figyelni másokra. Igazából, ha belegondolunk abba, hogy minden ilyen család, ahova nem szívesen mennek haza, úgy említetted olyan, esetleg nem keresztény családi háttérből, azért biztos ők sem így képzelték el évekkel, évtizedekkel ezelőtt a karácsonyaikat, és valahogy ezt kéne egy kicsit feleleveníteni bennük, és lehet, hogy éppen te vagy az az eszköz a családodban, aki vissza tudott hozni ezt a fényt, a lényeget a karácsonyba. Úgyhogy számodra lehet ez egy küldetés is, akár az idei karácsonyon is, hogy akkor, hogyha nincs meg otthon ez a hangulat, nincs meg a meghittség, akkor próbálj te mindent megtenni annak érdekében, hogy légy te az a kicsi, apró, kicsi pislákoló fény, ami fel tud gyújtani mondjuk egy egész erdőt. Hát, vagy egy legsűrűbb sötétséget, hogy az erdőket azért hagyjuk. Jó, ez. Illetve én azt mondom, nem kell ezt feltétlenül nagyon depresszíven megközelíteni, jaj, fóbiám van attól, hogy haza kell menjek ünnepelni, hanem tényleg, amit mondtál Krisztina, hogy,
hogy gondolni arra, hogy hogyan nyújthatok nekik valamit, hogyan fejezhetem ki gyakorlati módon a szeretetet, illetve lehet ezért imádkozni. Tehát én hiszem azt, hogy van ebben progresszivitás a jó irányba. Nem látom azt, hogy egy komoly fiatal életében az lesz, hogy akkor ő most élete végéig nagyon ramagy karácsonyi lesznek, nagyon ramagy ünnepei lesznek a családja miatt. Lehet, hogy most nehéz volt, lehet, hogy ki kellett tartanod 1-2-3 évig, de ha te dolgozol ezen, kéred Istent, hogy változzon az ünnepnek a jellege, meg a minőség, akkor én hiszem azt, hogy ez változik. Én ezt tapasztalatban is tudom mondani, hogy az én családom részéről milyen ünnepeket éltem át, és most milyen ünnepeket élek át. Szerintem is nagyon fontos, hogy kapcsolatokat alakítsunk ki a családon belül is, mert sokak között ugye elhidegültek ezek a kapcsolatok, és igazából nem is reális a félelmünk, hanem bennünk van egy kép, hogy milyen lenne az én karácsonyom, de sokszor nem ilyen, hanem időt kell szálljunk arra, hogy megismerjük a családunkat, hogy lássuk, hogy ők mivel küzdenek, miért olyanok, amilyenek. És hogyha ezt megtudjuk, akkor könnyebben meg tudjuk velük osztani az evangéliumot is akár. És úgy tényleg fényt tudunk hozni az életükbe, ahogy mondtátok ti is. Végső soron erről szólnak a karácsonyi filmek is, hogy van egy valaki, aki tényleg hitt a karácsonyba, tényleg hitt a jóba, a szeretetbe, és meg tudta változtatni az egész környezetét, legyen az akár egy család, akár egy kisebb falu, és ezt is mi is meg kell próbáljuk. Ha meg tényleg annyira, nem tudom, bírhatatlan családunk van, hogyha ezt lehet így mondani, akkor tegyük azt, amit Krisztán mondott. Vannak nagyon sok árvaházak, vannak rászorulók, akihez mehetünk, szolgálatunk, segíthetünk, és lehet egy nyugisabb környezetben le tudjuk élni a karácsonyi napokat. Szóval megoldások vannak szerintem, csak a hozzáállás kérdése az egész ezzel kapcsolatosan. Mert talán az, hogy ne engedjük a saját szívünket megkeseredni ilyenkor. Én ebben látom, így emlékeimben is megvan ez az élmény, hogy folytogat, szorongat különböző körülmény, ami otthon van, vagy család, tágabb, szűkebb, tágabb családban, és hogy valahogy ehhez jobban viszonyulni. Úgyhogy például azzal, hogy nem engedem, hogy megkeseredjen a szívem, hanem egyszerűen észreveszem azt, hogy most finom ez a kalács, hogy készült a recept, nem tudom. Ehhez kell egyfajta tényleg belső nyugalom, amivel lehet készülődni az ünnepre. Nem nagy szavakat akarok használni, de azt hiszem az is fontos ilyenkor, hogy az ünnepben figyeljünk az ünnepeltre, és ő megmutatja nekünk, hogy hogyan ünnepeljünk, míg a számunkra kihívó, hogy nehéz helyzetekben is. De én csak vallom, és alá tudom azt húzni, hogy ahogy telnek velünk az évek, és ilyen hozzáállásunk van, hogy figyelünk Jézusra, figyelünk Istenre, hogy segítsen ünnepelni, egyre szebb lesz az ünnepünk, bármilyen családunk is legyen. És ezt tényleg kívánom mindenkinek, hogy most is szebb legyen az ünnepünk azzal, akit valóban ünneplünk. Így van. Elsősorban köszönöm nektek a ránk szánt időt, hogy megosztottátok ezeket az értékes gondolatokat, és nektek is köszönjük a ránk szánt időt, hogy meghallgattátok ezt a podcastet is. Kívánjuk, hogy legyen egy értékes karácsonyotok, hogy tapasztaljátok meg, hogy mi az igazi karácsony a ti családotokkal, és azzal, aki igazán számít ilyenkor, ne csak az ajándékra figyeljetek, hanem az ajándékozóra is. Köszönjük, hogy meghallgattatok, boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! És most kántálunk együtt?